Sziasztok, szervusztok, üdvözlök mindenkit itt a legújabb videóban, és bizonyára emlékeztek egy Tutti Juice nevű vonat társaságra, ami Tutti Juice-okat szállít. Na most ennek a pályának a második részét hoztam el nektek. Ha nem láttad az előző részét, akkor javaslom neked, hogy itt csekkold is le. Mert ott vonatokat építettünk, és egyik vonat ment a másik állomásra, és szállították a dolgokat. És mivel nagyon tetszett nektek ez a pálya, ezért én úgy döntöttem, hogy megnézzünk még belőle pár másik pályát is. Itt van egy ilyen kar, hogyha ezt meghúzom, akkor el is kezdődik a játék. Kaptunk 16 darabot és egy vonatot, így működik a játék. Amúgy ide kell tenni, és a vonat egyik helyről a másikra megy, és szállítja a dolgokat. Kérdés, hogy mennyi időközönként. És egyre több ilyen állomás lesz majd a pályán, és nekünk azt kell megcsinálni, hogy egyre több vonat közlekedjen egyik állomásról a másikra. Hát jelenleg most ez az egy van, úgyhogy ez nem túl nehéz, viszont itt egy másik hoppáré. És ugye ez a pálya már sokkal... Ojaj. Ojaj. Oh my god. Oh my god, hát erről nem volt szó, hogy ez itt van. Na várjál, akkor ezt trükkösen kell elvezetni, úgy kéne, hogy ne vegye fel a... Fúha, ez így lehet, hogy viszont fel fogja venni ugye ennek a cuccát. Hát remélem nem, de azért bízunk benne, hogy nem. Oké, és még van itt egy, amihez így vezetnénk el a vonatot. Persze vonatot azért venni kell, és egyre gyűlik a pénz, vagy egyre fogyni fog a pénzt, attól függően, hogy mennyire vagyunk ügyesek. Remélhetőleg nagyon ügyesek leszünk, és nem fog fogyni a pénz. Jelenleg plusz 6-ban vagyunk, ami egy egész szép szám, de még messze van attól, hogy megnyerjük ezt a pályát. Itt a következő, és hol van a piros? Az nincs. Itt lett volna, itt látta, hogy felvillan, de nem volt ott. Én látom, öcsém, hogy itt van, de nem tudok ide hozni vonatot. Ne haragudj meg, Bastya. De hol? Itt kéne lennie, de a vízbe teleportált vele. Onnan hogy hozzam ki szerinte? Vagy itt most mit csináljak? Mert ezek a vonatok, ezek itt nagyon szépen mennek. Aha, na végre. Oké, megjelent. Ez eddig nem volt itt, ugye? Tehát nem én vagyok a vaksi, hogy nem láttam eddig. Oké, nagyon jó. És akkor itt végig kell vágtatni vele. Pök, pök, pök. Még ezt ide betesszük, egy, és akkor mehetnek is a vonatok, plusz egyben vagy, plusz nulla, plusz négy ismételten csak, oké, végül is haladunk, jaj ne, öregem, ne, ettől féltem, látod? Ettől az egytől féltem, hogy ez rosszat fog vinni, már pedig rosszat visz, viszont, ha ott úgyis megjelent egy új, akkor ez mit szólnál, hogyha itt ez leszednénk? Nagyon jó. Ezt innen leszednénk, szintén úgy. És oda vezetnénk be. De nagyon szuperség. És így menne ide. És akkor még ide is vezetnénk egyet. Mi volt ez a csattanás hang? Már meg ne bocsásson engem nekem itt. Oké, ezeket is itt leszedjük, mert teljesen fölösleges, hogy ezek itt vannak. Vagy mégsem, várjunk erre, de akkor minek vezessem oda, mikor ide is jöhetne a vonat. Meg akkor innen is elindítunk egyet, csak ugye ahhoz kell vonat, meg sin. Sin még kell. Oké, plusz 2-ben vagyunk, nagyon necces, vigyed vonat a dolgokat. Mi ez a csattanás néha? Néha hallok egy ilyen... Mint hogyha valakinek rácsapnának a valagára. Ez úgy itt laza, öcsém. Ez úgy itt... Ez ennek úgy nagyon tudok örülni. Rendben, és akkor ezt vezetjük ide. Hó, te meg... Nézd meg! Nézd meg, milyen alattomos! Érted? Ez nem kímél engem most. Ez nem kímél. Csak az a gond, hogy ez innen föl ne vegye a dolgokat. Oké, itt. Akkor ez itt viszi így. Hát ezt itt nem fogom tudni bekötni. Ezt nem tudom leszedni. Nem lehet, sajnos. Ez viszont itt komolyabb problémákat fog szülni, hogy ez itt van. Na mindegy, hát haladunk, plusz 11-ben vagyunk, ez elvileg easy. Szóval ennek mennie kell, viszont kell ahhoz még nekem vonat. Mondjuk 2, meg pár ilyen cucc. És akkor vegyünk még festéket is, mert hát olyan jól állunk anyagügyileg. Hopp, ezt felvesszük. Rendben, és akkor fessünk. Hát kék vonat viszi a kéket,
piros vonat viszi a pirosat, és zöld vonat a zöldet, és nincs is több piros vonatom, na mindegy. Ó, te! Amúgy ezek a gyomok, amik itt vannak, ezek rettentő idegesítőek, mert nem tudok rápakolni. Várjál, zöld vonat viszi a zöldet? Hát ez meg... Húha! Na ez egy hosszú járat lesz, öcsém. Itt lejöjjön ide, és akkor itt jöjjön végig. Így. Rendben van! Menjél, öcsém, menjél! Csak te tudod, hogy merre kell menni. Ez amúgy egy viszonylag egyszerű pálya, mármint hogy úgy dizájnra, viszont ezzel itt nem tudok mit kezdeni, sajnos. Tehát annyira be vannak szorulva szegények, hogy nem tudok velük mit kezdeni. Hát ezt itt el tudnám vezetni. Á, hát az mennyi sin lenne, hát ne csináljuk már, hát az... A világ pénze nem elég, hogy itt egy vonatjáratot létrehozzak, plusz még bármikor rápakolhat. Tudjátok mit? Kész az első sárga útvonal. Ezt itt becsülendően meg tudjuk csinálni, így né. És itt is megy a vonat, oda is megy a vonat. Amúgy, hogyha már itt tartunk a videóban, az előzőben is elmondtam, és most is elmondom, hogy ez itt egy fizetős pálya, tehát fizetni kell azért, hogyha játszani szeretnél rajta. Nem én találtam ki, hanem a készítők úgy gondolták, hogy nekik megéri, hogyha fizetni kell a pályáért. Viszont én kékre festeném azért a vonatomat, ami itt szúrta a szememet már. Ez a hosszú járat, ez megérdemli itt ezt a kékre festést. Rendben, egy újabb járat, egy újabb remek járat. Ó, te pont kettőn múlott, érted? Kettőn kellett, hogy múljon, mindegy, úgyis vissza akartam jönni, és akartam venni még vonatokat, legalább hármat, meg egy pár sint. Még egy sárga járat, figyeld már, hoppá, Rézi Miklós. Inni, mennyi haver. Jó, és akkor, jaj, ne. A hosszú járat. Ratom. Hoppá. Nem tetszett neki, hogy itt leütöttem. Hosszú járatom most még hosszabb lesz, oda se neki, viszont kékre festjük. És akkor itt a sárga vonat ide is jöhet. Nagyon szuper. Most már még egy piros vonat kéne nekem, csak az a gond, hogy olyan hosszú járatokat kell menni. Oh my god, amúgy nem baj, mert van elég sinem. Szóval sinem vagyunk, mondhatjuk így is. Ide is ez a tutti juice szín amúgy. Szóval a kék az... mindenképpen tutti dzsúzos, úgyhogy ez fog oda vezetni. Még van egy piros festékem, és nem tudom elfesteni a vonatot, mert egyszerűen nincsen piros. Viszont akkor vegyünk sárgát is, mert most már van egy sárgánk, zöldet is vegyünk kettőt, meg egy kéket is vegyünk kettőt. És akkor szépen kiszínezzük itt a sárga mozdony, tudj! Zöldet zöldre! Hoppá! Úgy látszik, hogy még egy sárga vonatunk lesz, kérem szépen! Ezt akkor... ide vezetjük, jó, hát erre most nem hoztam festéket, de erre viszont igen, tudj, ezt így simán bevezetjük ide, és pont kék amúgy, úgyhogy tök jó, úgyhogy tök, ez már kék is, és beviszi, nem tudom, hogy baj-e, hogy egy helyre viszi, szerintem nem, legalábbis ebből eddig nem volt probléma, itt ezt a kicsit már zöldre festjük, az egyik legrégebbi járatunk, és milyen érdekes, hogy piros vonat milyen ritkán jön. Vegyünk még sárga festéket, meg kéket. Kékből minimum kell még kettő, szerintem. Zöldből is vegyünk, meg sárgából is vegyünk. Jó, kék mozdony. Kék mozdony. És akkor itt volt, ha jól emlékszem, egy sárga vonat, amit ki kell színezni. Így. Rendben. Ó, te! Na jó, ide veszünk egy ilyen csudaváltót, figyeld. Mindjárt meglátod, olyat látsz, hogy lehidalsz, öcsém. Megcsináljuk, csak az a gond, hogy nagyon hosszadalmas művelet ez, hogy ezt ide... megcsináljuk. De semmi gond, mert meg lehet, tehát nem arról van szó. Így inni. Rendben, és akkor ez itt tök jól fog kinézni, hogy innen jön bele. Hát egy kicsit gírbe-gurbán, de értitek, meg lehet, na. Reméljük nem ütköznek majd össze, de tök jól néz ki is. Végre vettünk egy ilyen váltót. Ez nagyon hasznos amúgy, ha belegondoltok, és meg is nyertük. Hát ez nem volt nehéz. Azt kell, hogy mondjam, ez nem volt nehéz, viszont nagyon szépen néz ki minden. Úgy érzem, hogy szépen teljesítettünk, mindegyik vonat eljutott a célba, és még egyet haladtunk előre. Viszont akkor menjünk a következőre, ugye itt megkapjuk a csillagokat, viszont ezt a sivatagosat majd meg kell csinálni, még vissza kell térni. Nézzük azért át ezt a pályát. Hát ez gyakorlatilag hasonló, mint az előző szerintem. Hasonlít az előzőhöz egy kicsit. Nézzük meg!
Nézzük meg, srácok, nézzük meg, start game! És az van, hogyha az összeset megcsináljuk, megint egy jó hosszú járattal kezdünk. Ha az összeset megcsináljuk, akkor nyitódik egy ilyen unlimited mód, azaz, hogy annyi ideig megy, ameddig akarjuk, hogy menjen. Jelenleg ez az egy vonat plusz egyet termel nekünk. Ez nagyon jó, ugye? Hát a Tutti Juice szállítja egyik helyről a másikra. Pont egy kék vonat. Hát ez milyen jó. Ott is van a sárga járat. Hát erre nem lesz elég sinem. Hogy mégis? Ah, de elég lett. Királyság. Jó, eddig ezeket lazán hozzuk. Úgyhogy veszek még vonatot. Az elején azért ez eléggé egyszerű, vagy hogy mondjam, unalmas is, hogy alig jönnek új állomások, meg új rakodóterek. Most ez szórakozik? Oké. Hűha. Oké. Akkor most még egyelőre így, mert nem akarom elkölteni a drága cuccot. Jó, így. Hát végül is kitellett rá, úgyhogy semmi gond. Viszont akkor veszek még vonatot. Akkor megpróbáljuk itt meg... Még jó, hogy nem csináltam meg, igaz? Még jó, hogy nem csináltam meg. Most mennyire nagy szívás lenne ez? Pont ide kéne, bár mondjuk, várjál már, hát... Lehet, hogy ezt ide meg tudnám csinálni. Meg tudom csinálni. Ó, de nagyon jó vagy. Akkor ezeket innen le is tudom szedni. Bocs, vonat. Menjél vissza, úgy. És... Jézusom, átmennek egymáson. Ez így tök jó! Na, meg tudtam oldani. Ide viszont már... Ez lehet, hogy kevés lesz egy... Veszünk még egyet, mit szóltok hozzá? Veszünk még egy ilyen csodaváltót. Meg akkor egy vonatot is. Lehet, hogy ezzel fogom én most itt elrontani. Nem tudhatjuk biztosan. Oké, és akkor itt ezt így megcsináljuk. De figyelj, ez is megvan. Tök jó! Hát ez nagyon zsíros. Eddig egy zsíros tésztába hozzuk. Ez itt pont... Gyönyörűen ért össze, mindegy. Jó, veszünk még 2 vonatot minimum, alsó hangon szerintem. Mehetsz vonat, és lassan vehetnénk hozzá festékeket is, mert elég megint hallottam egy ilyen csattanást, ugyan már. What? What? Miért van 2? Hát jó, hát na mindegy. Figyelj, ő felveszi ezt, és azt is, hogyha mikor, hogy van kedve. Én nem szólok bele az ő dolgába. Veszünk festékeket, most már van, egy csomó kék vonatunk van, meg van zöld is talán, meg sárga is van. Oké, na akkor szépen fessünk zöldet a zöldre, kéket a kékre, kéket a kékre, zöldet a zöldre, sárgát a sárgára, és hogyha minden igaz, akkor még van itt egy kéket szállító vonatunk. És ez is megint gyönyörű helyre teleportált. Egy darab sárga van, én meg erre bevásároltam még egyet. Amúgy ezt most nagyon sűrűn dobálta be. Tehát ez most nagyon össze van zsúfolva, ahogy nézem. Tehát, hogy minden valahogy ott azon a részen van, ami nem túl jó. Ó. Ohoho. Az első piros, kérem szépen. Akkor veszünk ilyet, még ehhez kell majd még sín. Meg egy ilyen is kell hozzá. Mert... Megint csinálunk egy ilyen nagyszerű ötletet. Így inni. Ezt ide letesszük. Rendben, ez itt szállítja. Nagyon kedvesen, aranyosan, jó ízűen. Jó, és akkor ez ide bevezettetődik. Srácok, viccoltok hozzá. Nagyon jó, most már olyan lazán használjuk ezeket a, hogy is mondjam, váltókat, hogy fel se tűnik szinte, hogy már kell egy ilyet venni. Pedig amúgy rettentő hasznos és rettentő király. Azért 2 vonatot veszünk, meg egy pár piros festéket, meg kéket, meg zöldet. Azért mindenből veszünk egy keveset. A pirosat most letesszük, és te egyben megkapod a Ferrari pirosat, öcsém. Jó, ezt befestjük így. Zöldre festjük ezt. Ezt itt látom, hogy igazából ki van festve. Akkor még a pirosra kéne költeni. Azért sin az mindig legyen, jó, és hol van még a piros vonat, ami nincs befestve? Itt van a Ferrari piros vonat. Jó, úgy látom, hogy mindegyik be van festve, tök jól néznek ki. Vannak a új állomások, ott van. Természetesen a legmesszebbi pontról kell a legmesszebbi pontra. Most mennyi piros jön? Őszintén. Nagyon sok. Nagyon sok, de semmi gond, srácok, megoldjuk. Szerintem ez tök jól néz ki. Megint nagyon jól hozzuk. Ebbe az easybe így egész élvezetes a játék, és egész addiktív. Csak így az ember pakolja,
Veszünk még azért pirosat, mert ahogy látom, most nagyon sok pirosat dobál be. Így is kifestettük az összes vonatunkat, igaz? Na, hát ez nagyon szép lett most így, azt kell, hogy mondjam. Vannak benne váltók, legalább 3 darab. Azért az eddigiekhez képest azért az nagy szám, hogy én 3 darabot képes voltam beletenni. Hol van még állomás? Ott. Aha. Nos igen, akkor veszünk még egy váltót. És akkor az lesz a módi. Figyeld, mert csalok. Az lesz a módi, hogy akkor itt a piros vonat itt fog majd lelkesen átvágni. Így. Nagyon jó. Az ott megy. Jó, és akkor ez meg itt megkanyarintja itt a dolgokat, kérem szépen. Így, ni. És akkor végig kifestjünk pirosra, hát van piros festékem, hely. Még egy váltó, egy újabb váltóval bővült a csapat. Ez itt annyira piros ez a szektor, hogy az valami hihetetlen, ez itt a piros szektorok. Vagy a piros vonatok szektora. Még egy kéket, várjál, mert akkor rögtön veszek vonatot is. Meg akkor sint is. És amúgy már csak 2 perc van hátra, szerintem ez meg lesz. Nagyon jó, hát figyelj srácok, úgy kenem vágom most itt a dolgokat, hogy az hihetetlen. Jó, még egy piros. Hát ez hihetetlen. Itt annyi piros állomás van, vagy gyár, hogy az hihetetlen. Jó, és veszünk még hozzá vonatot, még gyorsan. Hát ez megy, mint a karikacsapás. Na itt egy nagyobb utat kéne megtenni a vonatnak. Aha. Ez sima. Oké. És már csak 1 perc van hátra, de úgy látom, hogy még az, abban még belefér az, hogy én leteszem ide ezt a vonatot. Kéket. Vonatot. Azért mondom, már azt hittem nem kaptam meg. És amúgy egyre gyorsabban, mint hogyha egyre gyorsabban dobálná az új akadályokat. Vagy csak lehet, hogy nekem ilyen gyanús. Ez itt jó sokat kap. De vannak állomások, amik többet. Ide nézzetek, itt mekkora katyvasz van. Hát minek ennyi ember ide, de... Hányat tesz még ide komolyan, őszintén? És minek tesz ide ennyit? El se fér, ide néz, ez is még ide tesz egyet. Hát természetesen... Ahelyett, hogy oda tenne. Nagyon jó. Nagyon jó. Hát ebben még itt gyorsan belefér, hogy egy vonatot gyorsan még vegyünk 18 másodperc alatt. Gyerünk. Oké. Le is tesszük gyorsan. Le is tesszük gyorsan. Itt is van. Kifestjük? Nem. Most már, arra már nincsen idő. Hát mondjuk lett volna. Na mindegy. De úgy látszik, hogy ezt a szintet is gond nélkül teljesítettük. Hát természetesen easy-be. Majd utána később megpróbáljuk normál módban is. Minden esetre haladunk a pályával, kérem szépen. Már csak 2 csillag van hátra, és utána megnyílik egy ilyen mód, hogy unlimited mód, azaz, hogy gondolom én, soha nem lesz vége a játéknak. Hát odáig jussunk el azért minimum. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett és szeretnétek látni még ebből a pályából, vagy más hasonló pályákból videót, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel, és lesétek meg a leírás, ugyanis most akciósan szuper csomagban kaphatóak a limitált kalapos rókás pólók, pulcsik, bögrék, stb. Sziasztok!